Megváltozott a világ, kitárultak a kapuk. Egy kicsit ez olyan, mintha magunknak egy különleges forradalma volt, és az a boldogság, hogy ez békésen sikerült. Elmondhatom, mi muzsikusok és kollégák összetartottunk, és nagyon-nagyon sokat számított az, hogy a kulturális háttér, az értelmiségi háttér nagyon erős volt 88-89-ben. És az, hogy ennek a tanúja lehettem, sőt, nem csak a tanúja, hanem alkotója is, hölgyként is, zenében, meg emberileg is, szerintem egy óriási dolog, hogy ez a fajta szabadság, ami azt gondolom, hogy erről nagyon sokat lehetne mesélni, hogy megéltük. És a mai generációnak ezt igenis meg kell tudni, hogy ez nagyon sokat számított, és ezt fogjuk most ünnepelni. És azokkal a zenékkel, amikkel hajdanál, tehát nekem ez duplán megható, hogy én még nem is gondoltam, hogy 30 év múlva is a Hősök terén, Budapesten, ebben a csodálatos városban együtt muzsikálhatok a zenész barátaimmal, és együtt ünnepelünk itt nagyon sokan. Találkozzunk június 16-án. Gyertek!